Aktívan a Berekben, Vásárosnaményban tartottak konferenciát a térség aktív turisztikai lehetőségeiről és a fejlesztési irányokról. Népszerű a diák munka. A kormány idén is támogatja a nyári szünidőben a diákokat foglalkoztató munkáltatókat. Római katolikus bölcsöde Kisvárdán, a Szent László óvoda épületében három bölcsödei csoportszobát alakítottak ki. Több mint 5 milliárd forintot fordítanak hamarosan a Bereg turisztikai kínálatának fejlesztésére, a már meglévő látványosságok népszerűsítésére. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A térséget érintő fejlesztési irányokról, valamint az Évkerékpár útja címet elnyerő Beregi körről szerdán Vásárosnaményban tartottak konferenciát. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár az eseményen hangsúlyozta, a Balaton és a Fertőtó után a Bereg rendelkezik a legjobb kerékpáros lehetőségekkel. Egy rövid szakasz az Évkerékpár útjából. Az Aktív Magyarországért program közösségi oldalán tavasszal hirdették meg a versenyt, amelyet a legtöbb like begyűjtésével a Beregi kör nyert meg. Ez ugyanakkor csak egy szelete a Felső-Tisza különleges kerékpárút hálózatának, amelyet ez a térkép mutat meg a leglátványosabban. A Bereg aktív turisztikai lehetőségeiről Vásárosnamény Gergely Ugornyán tartottak tanácskozást. Körülbelül 300 kilométernyi kerékpározható töltőskoronánk van. Azért nem mondom, hogy ez kerékpárút, mert azért nem kerékpárútként funkcionál, de mindenki aként használja, és azáltal lehetővé vált valamennyi, illetve nagyon sok beregi szatmári településnek a megtekintése, az ott lévő látványosságok fölkeresése, és jó magam pedig annak örülök, hogy a Beregi kör lett a év kerékpár útja, és személyesen is bejártam ezt a múlt hétvégén egy 70-80 fős társasággal, mindenkit invitálunk, tehát ide nyilván van még teendő. Nagyon fontos, hogy amikor az ember odaérkezik, hogy bejár egy ilyen utat, akkor látja annak a hiányosságait is, de egy a lényeg, az infrastruktúrában még erősödnünk kell. A Tisza adta lehetőségeket, a Bereg gazdag növényvilágát, pihenőhelyeit, kulturális örökségeit meg kell tudni mutatni. Erről Sesták Oszkár, a Vármegyei Közgyűlés elnöke beszélt. Mint mondta, erre a megfelelő forrás már adott, a részletes tervek pedig hamarosan elkészülnek. Van erre a Top Plus program keretében 5,5 milliárd forint, hogy ezeket a turisztikai lehetőségeket kihasználjuk, bemutassuk a nagy közönségnek, a megyének, az országnak, talán a világnak is, amilyen turisztikai lehetőségek vannak itt. Nagyon jó a megfogalmazása is ennek a programnak, aktív turizmus. A aktív turizmust össze lehet kapcsolni a természetjárással, a műemlékek felfedezésével, az épített örökségnek a felfedezésével, sőt kulturális szellemi örökségeink, gondoljuk íróinkra, költőinkre, ezeknek a felfedezésével is. A Beregi kör érinti többek között Gergely Ugornyát, Tákos, Csarodát, Tivadart és Tarpát, tehát a középkori templomok útját is. Egy korábbi turisztikai pályázatnak köszönhetően a műemlék épületek jelentős része is megújulhatott. Szinte minden középkori templomot sikerült felújítani, majd a töltéskoronát természetesen árvízvédelmi szempontból a vízügy kezdeményezésére folyamatosan épülnek az aszfaltozások. Most legutóbb is a vízügy nyert egy pályázatot, és a Tisza másik oldalán egészen Badalóig a védműnél, a vízáteresztőnél, pontosabban a Tivadari vízáteresztő után Badalóig le lesz aszfaltozva. Tehát egyre több kilométerre van lehetőségük az ide kirándulóknak kerékpározni. A Vásárosnaményi konferencián részt vett Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár. A politikus hangsúlyozta, a Bereg az ország egyik legjobb adottságokkal rendelkező térsége turisztikai szempontból. Nekünk az a feladatunk, hogy az emberek fejébe, magyar emberek fejébe felrakjuk a Bereget a térképre, mint ilyen aktív turisztikai lehetőségeknek a paradicsomát, és ebből szerintem a térség is nagyon sokat fog tudni profitálni. Az, hogy a Beregi kerékpárút lett az év kerékpárútja, az egy nagyon fontos lépés ebben, hiszen itt az embereknek azért csak felkelti az érdeklődését, hogy mi is lehet itt. És ugye ez a térség, ez abból a szempontból fantasztikus, hogy 300 kilométernyi kerékpározható út van,
útvonal van kiépítve, és a református egyháznak az elhagyott épületeit felhasználva nagyon sok ilyen kiszolgáló pont, kiszolgáló létesítmény is létrejött, úgyhogy nyugodtan mondhatom, hogy a Balaton fertőtő vidéke után az egyik legjobb kerékpáros turisztikai lehetőségekkel ez a térség rendelkezik most Magyarországon. Az év kerékpár útja versenyt 5. alkalommal hirdette meg az Aktív Magyarországért program. 2020-ban a Tatabánya és Tata közötti útszakasz lett a nyertes, 2021-ben a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpáros hidakon vezető vonal volt a közönség kedvence. 2022-ben a Deszeda-tavat megkerülő kerékpárút kapta a legtöbb szavazatot, tavaly pedig a Békés Csaba körül futó Wengheim kerékpárút kapta meg a címet. 1534 forint, ennyi lesz 2024 nyarán a tanulói jogviszony mellett munkát vállaló diákok átlagos órabére Szabolcs-Szatmár-Berekben, ami magasabb a tavainál. A kormány 11 éve indította útjára a nyári diákmunka programot, amelynek keretében idén mintegy 3,8 milliárd forinttal támogatja azokat az önkormányzatokat, valamint versenyszférába tartozó munkáltatókat, amelyek diákokat alkalmaznak a nyári hónapokban. A vármegyében 3000 fiatal vehet részt a programban. A kormányhivatalok június 17-től várják azokat a diákokat, akik regisztrálni szeretnék magukat a nyári diákmunka 2024 programba. A regisztrációt követően a támogatott időszak július 1-én indul, és augusztus 31-éig tart. A kormány immár 11. éve támogatja a tanulói jogviszonnyal rendelkezőket a munkahelyeken való elhelyezkedésben a nyári szünidő idején. Összesen 3,8 milliárd forint áll rendelkezésre az idei évben, és nagyságrendileg ebből egy olyan közel 20 ezer fiatalnak a foglalkoztatását fogjuk segíteni. A foglalkoztatók azok tulajdonképpen két fő pilléren vannak, az egyik az önkormányzatok, illetve az önkormányzatoknak az intézményei és egyházak. A másik láb pedig a versenyszféra, és a versenyszférán belül pedig a mezőgazdaság, a turizmus, a turisztika, a vendéglátás, és most idei évtől először az erdőgazdálkodás is, az állami, illetve magánerdők is adnak ugye ilyenkor sok feladatot, és nekik is lehetővé tettük azt, hogy foglalkoztatóként megjelenjenek a programban. Comba Sándor hozzátette, az önkormányzatok 100%-os bértámogatást kapnak, de ott a diákok legfeljebb napi 6 órás munkaviszonyt létesíthetnek. Ezzel szemben a versenyszféra foglalkoztatóinál akár napi 8 órás munkaviszony is lehetséges. Itt az állam a bérek 3/4-ét vállalja át, a maradékot a munkáltatónak kell hozzátennie. A kormányhivatalok mellett különböző diákmunka közvetítő szervezetek is rendelkezésre állnak Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében, amelyek nem csak nyáron, hanem az egész évben segítik a fiatalok munkavállalását. A nyíregyházi tapasztalatok szerint egyre népszerűbb a részmunkaidős állások keresése a diákok körében. Már legális a diákmunka végzés 15 éves kortól, viszont akkor még nagyon-nagyon korlátozottak a lehetőségek, viszont már amint betöltik a 16. életévüket, törvényileg és a munkalehetőségek szempontjából is sokkal nagyobb a diákok mozgástere. Majd ha már betöltötték a 18 éves korukat is, akkor már korlátok nélkül vállalhatnak diákmunkát. Jelenleg ugye most 1534 forint az órabér. Viszont vannak olyan esetek, ugye, mikor erre még rájön egy műszakpótlék, erre még rájönnek különböző bónuszok, plusz juttatások, szóval így alakul a diákok bére legtöbb esetben. Ez azt jelenti, hogy ha egy 18. életévét betöltött diák heti 40 órát tud dolgozni a nyári hónapok folyamán, akkor egy hónapban átlagosan 160 óra munkavégzéssel és SZJA mentességgel számolva nettó 245.440 forintot vihet haza Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében. Mozgi Járosi Dorina hozzátette, az órabérek mellett egyes munkáltatók béren kívüli juttatásokat is biztosítanak a munkavállalóknak. A teljes képhez hozzátartozik továbbá, hogy a fővárosi diákmunka órabérek a versenyszférában akár a 2000 forintot is meghaladhatják, és ez havi nettó 300 ezer forint vagy e fölötti jövedelmet jelenthet a szorgalmas diákok számára. A közvetítő irodavezető azt mondta, gyakran előfordul, hogy a tanulók az iskola elvégzése után pontosan azokon a munkahelyeken folytatják karrierjüket, ahol diákként már pozitív tapasztalatot szereztek. Egyre nagyobb az igény Kisvárdán is a bölcsődei szolgáltatásra, ezért a Római Katolikus Egyház fenntartásában új bölcsődei férőhelyeket alakítottak ki a Szent László óvoda épületében.
A beruházás Európai Uniós és kormányzati támogatásból mintegy 76 millió forint értékben valósult meg, és áprilistól 3 csoportszobával várja a bölcsődéseket. Így néz most ki az új bölcsőde Kisvárdán, ahol az önkormányzati fenntartású mellett most már nem csak görög katolikus és református, hanem római katolikus fenntartású intézmény is működik. Kaszásné Tóth Judit főigazgató azt mondta, egy régi álom valósulhatott meg, amikor 2022-ben sikerrel pályázták meg a már meglévő óvoda épület részének bölcsődévé alakítását. Maga az intézmény 3 csoportszobát, ezt másfél gondozási egységet jelent. 3 csoportszoba kialakítása történt meg. Tulajdonképpen mi egy óvodának az épületében vagyunk. Az óvodának a csoportszobáiból alakult ki 3 csoportszoba átalakításával a bölcsöde intézményegység, és azért volt szükségünk bölcsödére, mert hiszen egyre többen vannak olyan szülők, akik szeretnének munkahelyen elhelyezkedni, és akkor ezért szerettük volna azt a lehetőséget biztosítani számukra, hogy legyen római katolikus fenntartású bölcsöde is. 2023. decemberében jutott el odáig a beruházás, hogy már meg tudták kérni a működési engedélyt, ezt követően idén áprilistól kezdődhetett meg a gyermekek beszoktatása. A bölcsöde áprilisban nyitotta meg a kapuit, és úgy működik a bölcsöde, hogy a kisgyermek gondozók személyesen kell, hogy kötődjenek a gyermekekhez. Tehát, hogyha valaki beiratja ide a gyermekét, akkor fokozatosan beszoktatja, és egy gyereknek a beszoktatása egy hetet vagy 2 hetet is igénybe vesz, és utána következhet egy következő gyermeknek a beszoktatása is, és egy délelőttös, illetve egy délutános kisgyermek gondozóhoz kötődik személyes törődéssel a gyermek. Egy csoportnak 12 fő lehet a létszáma abban az esetben, hogyha 2 éven aluli gyermekekről van szó, és ezt lehet növelni még 14 főig, és jelen pillanatban egy teljes csoportnyi gyerekünk van, szeptemberre beiratva már 27-en vannak. A beruházás Európai Uniós és kormányzati támogatásból valósult meg, mintegy 76 millió forint értékben. A főigazgató azt mondta, nem feltétele a jelentkezésnek a keresztség felvétele, bárkit szívesen látnak a jelentkezők között, felekezeti hovatartozástól függetlenül. Sikeresnek értékelte a Mi Hazánk mozgalom választási eredményeit Apáti István, országgyűlési képviselő. A politikus híradónak elmondta, a Mi Hazánk az egyetlen olyan párt, amely jelentősen növelte támogatottságát a 2022-es országgyűlési választáshoz képest, mindez pedig a legalacsonyabb költségvetésből tette. A képviselő hozzátette, az európai parlamenti választásokon egy mandátumot szereztek. A Mi Hazánk alelnöke úgy véli, a jelenlegi választási rendszer miatt támogatottságukhoz képest kevés mandátumot szereztek a települési önkormányzatok esetében. A vármegyei közgyűlésben azonban áttörést értek el. A második legnagyobb erővé váltunk. Mandátum számot tekintve annyi mandátummal rendelkezünk, amennyivel a másik 2 bejutott ellenzéki formáció egybeszámítva. Közel 30 ezer szavazatot kaptunk, és 15% fölötti eredményt értünk el. A következő 5 évben 4 képviselővel fogjuk képviselni a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőket, és biztos vagyok abban, hogy a 4 képviselőnk olyan munkát fog végezni, hogy a következő, tehát a 2029-es választásokon ennél is lényegesen jobb eredményt fogunk elérni. Hülyen fogjuk képviselni egyrészt a Mi Hazánk mozgalom országos programját, másrészt pedig kiállunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élőkért, különös tekintettel a vállalkozókért, a munkavállalókért, a gazdákért, határozottan fel fogunk lépni az akkumulátorgyárak terjedése ellen, hiszen ez meggyőződésünk szerint szembe megy a Szabolcs vármegyében élők érdekeivel. De természetesen minden olyan javaslatot támogatni fogunk, amely jó a megyében élőknek. Író-olvasó találkozók, koncertek, ingyenes beiratkozás, idén is színes programok várják a kultúra kedvelőket az ünnepi könyvhét és a gyermekkönyvnapok alkalmából Nyíregyházán. A könyvhetet
93. alkalommal rendezik meg hazánkban. Ez a kortárs magyar irodalom, az olvasók és könyvkiadók legnagyobb ünnepe. Az idén június 12-től 17-ig tartó könyvhéthez 2001-től a gyermekkönyvnapok programjai is kapcsolódnak. Három olyan dologra lennék kíváncsi. Több minden van, de három alapvető dolog van. Verszakok vannak benne, nagyon jó, köszönöm. Mitől vers a vers, egyáltalán vannak-e rím nélküli költemények? Erről Kis Ottó költő beszélt nyíregyházi általános iskolásoknak a Móricz Zsigmond könyvtárban. A József Attila díjas alkotó az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok apropóján látogatott Nyíregyházára. A költő a kortárs gyermekirodalomban a szabad vers műfajának egyik úttörője. Legismertebb alkotása a Csillagszedő Márió, amely 2003-ban évkönyvedíjat nyert, az elmúlt években pedig a hazai gyermekköltészet egyik klasszikusává vált. Én ezt a szabadverses gyerekvers írást képviselem elsősorban, van nekem is között formájú gyerekvers kötetem is, nem csak gyerekverseim, de alapvetően ezt a szabadverses vonalat írom, több könyv is van, és hát teszünk egy ilyen összehasonlítást, hogy mi a különbség, mik a jellemzők a kötött formájú versre, mik a jellemzők a szabad vers, mert annak is vannak azért szabályai, és ez, hát van rá igény is, hogy úgy mondjam, még nem is csak a gyerekek részéről, hanem akár még a pedagógusok részéről is, mert nem régóta van ez Magyarországon, ez mondjuk egy 20 éve, hát a 80-as évek elején már volt, az Ágai Ágnesnek volt egy kötete, meg előtte a svéd költők antológiája magyarra fordítva, ugye, de igazából a 2000-es évek elején kezdődött ennek a felfutása. A foglalkozás az első író-olvasó találkozó volt az idei ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok nyíregyházi program sorozatában. Csütörtökön kötetbemutatókkal folytatódott az esemény, további programokra pedig június 17-e hétfőig látogathatnak az irodalom kedvelők. Színes programokkal várjuk az érdeklődőket, a képregény kedvelőket, a képregénytárunkba Várai Artúr grafikus művész anyagával várjuk, de Béres Tamásnak a legújabb kötetét is bemutatjuk, Bécakó Andrea nyírbátori írónő is a vendégünk lesz, és Vári Fábián László Kossuth díjas költő legújabb kötetét is bemutatjuk. Majd szombaton hagyományosan a helyi regionális lapokat, lapszámokat mutatjuk be, így a Szabolcs-Szatmár-Beregi szemlét, a Parcium folyóiratot, a Vörösposta-Kocsi folyóiratot, valamint a Szabolcsi Szépírókör is bemutatkozik Kovács Judit író vezetésével. Ingyenes beiratkozással, amnestiával, garázsvásárral várjuk az érdeklődőket, és ha jó idő van, akkor a legkisebbeket népi fajátékokkal a könyvtár előtti téren. Az ünnepi könyvhét a legrangosabb könyves hagyomány, a kortárs magyar irodalom, a könyvek, az olvasók és a könyvkiadók ünnepe. Az egyedülálló kulturális rendezvénysorozatot Subka Géza kezdeményezésére 1929. májusában rendezték meg először. 2001-től a könyvhéthez a gyermekkönyvnapok programjai is kapcsolódnak. Kettős győzelemmel jutott fel az NB3-ba a Máté Szalkai futballcsapat. Az MMTK az osztályozó első meccsén aratott 3-1-es győzelmet követően a szerdai visszavágón 2-1-re nyert Dunaharasztiban. Így készülhet a harmadosztályra. Három éremmel zárták a szezont a nyíregyházi tekeklub fiataljai. A Molnár Dávid, Végvári Krisztián, ifjabb Szojka Miklós összeállítású csapat bajnoki címet szerzett az NB1 keleti csoportjában. Molnár Dávid az U23-as korosztályban a harmadik helyet szerezte meg, ifjabb Szojka Miklós pedig az U18-as országos bajnokság döntőjében bizonyult a legjobbnak. Családias hangulatú díjátadó ünnepség a nyíregyházi tekeklub csarnokában. Bár a felnőtt csapat kiesett az NB1-ből, utánpótlás szinten szép sikereket ért el a klub. A Molnár Dávid, Végvári Krisztián, ifjabb Szojka Miklós összeállítású ifjúsági csapat magabiztosan nyerte meg a bajnokságot az NB1 keleti csoportjában. Nagyon jó esőérzés az, hogy háromszor egymás után megnyerte a ifjúsági csapat. Tehát ilyen még országos szinten nem is volt, meg
nagyon, nagyon összeszokott társaság, segítik egymást, nagyon jól játszanak, jók az eredményeik, úgyhogy örülök neki, és remélem, hogy ha úgy összejön megint, akkor megint örömhírt tudok közölni, hogy megint megnyerik a bajnokságot, de ez már egy kicsit képlékeny, mert sajnos olyan helyzetbe kerültünk, hogy kiestünk az NB1-ből, és még egy halvány remény van, hát, ha valaki nem indul el az NB1-be, és a legjobb kieső mi vagyunk, tehát mi jogosultak vagyunk ugyanúgy visszamenni, de ha nem, akkor meglátjuk, hogy mi a teendő, mi lesz a teendő, hogy kik vállalják az NB2-t, vagy nem vállalják, de ez még a jövő zenéje. A csapat siker mellett egyéniben is jól szerepeltek a fiatalok. Molnár Dávid az U23-as korosztályban az országos bajnokságon a harmadik helyet szerezte meg. A 15 éves, ifjabb Szolyka Miklós pedig a 18 évesek között lett aranyérmes. Hasonlót váltam úgy a tavalyi eredmény alapján, meg szinte ugyanazok voltak a U14-ben tavaly, akik most U18-ban, hogy a nagyobbak kiestek, ezért váltam, hogy az első három ember közt végzek. Az első fél évben nagy fejlődést láttam, de a második fél évben volt egy kis visszaesésem, és most kb. Hát ilyen 5 fás átlaggal lettem jobb, mint tavaly. Meg az eredményeim pedig jobbak lettek a szezonban. Bár a szezonnak vége, nyáron is dőlnek majd a bábuk a nyíregyházi tekecsarnokban. A Nyíregyházi Tekeklub átvette a sportcentrum által rendezett városi amatőr tekebajnokságot. Most lesz az eredményhirdetés jövő héten szombaton, lesz egy Tálas Miklós emlékverseny, annak a keretein belül lesz ez az eredményhirdetés, és utána nem szakad meg a teke, mert azért a szeniorok, tehát az öregek jönnek minden csütörtök délelőtt, gurítanak, aztán úgy, ha akar, aki úgy hétfőn, szerdán, pénteken is kilátogathat a pályára, és utána ősszel, augusztus végén, szeptember elején kezdődik a teke, tehát az új bajnokság. Már vagy két vagy három csapat is jelezte, új csapatok jönnek, tehát remélem, hogy több mint 10 csapat lesz, mert tavaly 10 volt, remélem, hogy több mint 10 csapat lesz, és nagyon szép bajnokságot és izgalmas bajnokságot tudunk lejátszani. Visszatérve az NB1-ből kiesett csapathoz, akár már a jövő héten eldőlhet az, hogy marad a másodosztályban az MTK, vagy pedig egy osztályra lejjebb folytatja a nagymúltú klub együttese. Híradónk végén jöjjenek főbb híreink még egyszer röviden. Az önkormányzatok 100%-os, a versenyszféra foglalkoztatói 75%-os bértámogatást kaphatnak a nyár folyamán, ha tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalokat vesznek fel. A kormány idén 3,8 milliárd forinttal támogatja a nyári diákmunkaprogramot, így a tanulók átlagos órabére Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében idén meghaladja az 1500 forintot. Hivatalosan is átadták a Szent László bölcsödét Kisvárdán. Az intézmény Európai Uniós és kormányzati támogatásból jött létre mintegy 76 millió forint értékben. A bölcsöde 3 csoportszobával áprilistól nyitotta meg kapuit, és már birtokba is vették a gyermekek. Több mint 5 milliárd forintot fordítanak hamarosan a Bereg turisztikai kínálatának fejlesztésére, a már meglévő látványosságok népszerűsítésére. A térséget érintő fejlesztési irányokról, valamint az év kerékpár útja címet elnyerő Beregi körről szerdán Vásárosnaményban tartottak konferenciát. Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár az eseményen hangsúlyozta, a Balaton és a Fertőtó után a Bereg rendelkezik a legjobb kerékpáros lehetőségekkel. Kedves nézőink, Önök június 13-án csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták. Pénteken is jelentkezünk majd a Vármegye híreivel, és addig is várja Önöket a weboldalunk, a kölcseitv.hu. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Pénteken nagyrészt közepesen, néhol erősen felhős idő várható, záporok, zivatarok szorványosan főként az ország délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.